vidékfejlesztési források. A vidékfejlesztési program, a TOP, valamint a határokon átnyúló együttműködéssel megvalósuló projektek is segíthetik Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fejlődését. Együttműködés. Stratégiai megállapodást írt alá a magyar kormány és az Unilever. A cég idén 7 millió euró értékben fejleszt az egyik legnagyobb európai gyárában, Nyírbátorban. Kutató munka. Mikrobiológiai módszereket tesztel a Nyíregyházi Főiskola társszervek közreműködésével, annak érdekében, hogy kivonják a gyógyszermaradványokat a szennyvizekből. Összesen 1300 milliárd forintnyi Európai Uniós forrás áll rendelkezésre a 2014-2020-as időszakban a hazai vidékfejlesztési programra. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A fejlesztéseket a megyei önkormányzatok terület- és településfejlesztési operatív programjai, valamint a határokon átnyúló együttműködéssel megvalósuló projektek is segíthetik, hangzott el egy baktalórendházi konferencián. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az országban egyedülálló módon három határon átnyúló Európai Uniós együttműködési programban vehet részt. A magyar-szlovák, magyar-román és a négyes határmenti programok az előző ciklusban is sikeresek voltak, mondta el egy baktalórendházán megtartott konferencián Perényi Zsigmond, az Európai Uniós fejlesztésekért felelős nemzetközi helyettes államtitkár. A román-magyarban 480 támogatási szerződést adott át a magyar irányító hatóság, a szlovák-magyarban meg kb. 260-at. Mind a kettőnél a forrás felhasználás a ciklusnak a végén kb. 96%-ban lesz, úgyhogy ez még jobb is, mint a többi ERFA forrás programoknál. Szerintem ez egy sikeres program. Az új elképzelésekről még nem körvonalazódott minden, ami biztos, hogy a szlovák-magyar programot az kb. Október elején fogja elfogadni véglegesen a bizottság, ezért mi december végén, január legelején szeretnénk írni a pályázatokat. Ez egy többkörös pályázati kör lesz, először ki fogjuk írni a körülbelül a forrásoknak a felét, és a második felét majd újra 2017-ben. A magyar-románnál egy kicsit más, mert ott a forrásoknak az 50%-át stratégiai projektekre szeretnénk felhasználni. A stratégiai projektek itt főleg ugye infrastruktúra, kerékpárutak, hídépítés, szóval mobilitásra menne el ennek az 50%-a. Ezeket a stratégiai projekteket is évvégén szeretnénk kiírni. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat a terület- és településfejlesztési operatív program keretében tud majd forrás biztosítani, aminek a kedvezményezettjei az önkormányzatok, civil szervezetek és egyházi intézmények lesznek. A területi operatív program keretében a megyei önkormányzat energetikai felújításokat tud támogatni, csak a megyei önkormányzatnál, illetve a területi operatív programban lehet erre támogatási kérelmet beadni. Tudunk támogatni iparterületfejlesztéseket, ugye 90 milliárd forint a megyei önkormányzat, illetve a megye erre jutó forrás kerete, ebből 26 milliárd különböző intézkedésekben iparterületfejlesztéseket támogat, de közösségi szolgáltatások fejlesztését is, nappali szociális ellátást, nappali ellátási formát, illetve egészségügyi alapellátási tevékenységet, óvodafejlesztést, és hát még számos más közösségi szolgáltatást tudunk támogatni. Turisztikában is van lehetősége a megyei önkormányzatnak lépni a területi operatív programban. A terület- és településfejlesztési operatív program, azaz a TOP első felhívásai várhatóan október közepétől jelennek majd meg, de emellett további pályázati lehetőségek is hamarosan elérhetőek lesznek. Más operatív programok is vannak, más, mint a vidékfejlesztési operatív program, és a vidékfejlesztési operatív program keretein belül is hamarosan meg fognak jelenni a pályázati kiírások. Itt elsősorban ugyebár a gazdasági szféra szereplői, a mezőgazdasággal érintettek lesznek, ott is különböző prioritások, fontossági sorrendek vannak. Én kérem a pályázókat, hogy erre figyeljenek oda. Gondolom már mindenki nagyon várja ezeket a kiírásokat, és kellő hatékonysággal és a pályázati kiírásoknak megfelelően, ha beadják a projekteiket, akkor szerintem erre bőségesen lesz forrás az elkövetkezendő időszakban.
Az érdeklődőket a megyei fejlesztési ügynökség is segítheti az Európai Uniós források elérésében. A megyei fejlesztési ügynökségnek, ahogyan a nevünkben is benne van, ugye az a rendeltetése, hogy fejlesztéseket, komplex fejlesztési programokat generáljon, a fejlesztési lehetőségekről tájékoztassa a potenciális célcsoportot, tehát ezt úgymond küldetésünknek is tekintjük, hogy minél több pályázati forrást hozzunk ide a megyébe. Fejlesztéseket akarunk generálni, fejlesztési programokat készíteni, fejlesztési pontokat, ötleteket összekapcsolni. A 2014-20-as költségvetési ciklusban a források 60%-át gazdaságfejlesztésre fordítják. A hazai kis és közepes vállalkozások számára ezekből a pénzügyi támogatásokból közvetett és közvetlen módon is juthat. Stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a magyar kormány és az Unilever. A hazánkban több mint 1700 munkavállalót foglalkoztató cég idén 7 millió euró értékben fejleszt az egyik legnagyobb európai gyárában, Nyírbátorban, hangzott el az ünnepélyes aláíráson. A megállapodást követően elindították a cég új gyártósorát is. Az Unilever munkáltatóként és befektetőként 1991 óta a magyar élelmiszer, tisztítószer és kozmetikai piac egyik meghatározó szereplője, mondta az ünnepélyes megállapodás aláírása előtt a cég Közép-Kelet-Európa régiójának vezetője. A Magyarországon 3 gyárral jelenlévő cég hazánkat stratégiai gyártóközpontjának tartja és elkötelezetten fejleszt egységeiben. A nyírbátori létesítményben csak idén 7 millió euró értékű beruházást hajtanak végre. A nyírbátori gyárunk az egyik legnagyobb európai gyárunk, ahol háztartás vegyipari termékeket állítunk elő, és a termelésünk csaknem 90%-a exportra megy. Az együttműködési megállapodás aláírása a kormánnyal pedig valahol szimbolikus, hiszen azt akarjuk érzékeltetni, hogy cégünk a magyar embereknek és a kormánynak is elkötelezett partnere volt az elmúlt években, és az lesz ezután is. A magyar kormány Nyírbátorban a második, összesen már a 62. stratégiai együttműködési megállapodását kötötte. Az unileveres megállapodást a kormány részéről a külgazdasági és külügyminiszter helyettes írta alá. Szabó László kiemelte, a befektetőbarát Nyírbátor mellett egész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében érzékelhető, hogy a cégek fejlesztenek, a gazdaság erősödik. Szabolcs-Szatmár megyében egyébként az elmúlt években 650 millió eurónyi beruházás jött létre, és közel 5500 új munkahely keletkezett ezáltal, és nagyon jó hír az, hogy a már most elbírálás alatt lévő döntések is, hogyha megvalósulnak, akkor további 1900 munkahely jön létre, több mint 160 millió euró beruházással. Ez egy hatalmas dolog, dinamikusan fejlődik a régió. Az, hogy az M3-as most már eljött idáig, reméljük a bekötőutak is minél hamarabb fel lesznek újítva, ez egy fantasztikus dolog. Csak ebből a gyárból napi 90 kamion megy el és viszi a termékeket a világ minden részére. A rendezvényen Nyírbátor polgármestere arról szólt, 6 külföldi tulajdonú multinacionális vállalat működik a városban. Jelenlétük pénzügyi stabilitást, új munkahelyeket is jelent a városban és vonzás körzetében élőknek. A partneri stratégiai megállapodások vagy együttműködések pedig azért nagyon fontosak, legyen szó kormányzattal vagy önkormányzattal, mert én azt gondolom, hogy a vállalatok egy dolgot nagyon jól tudnak, termelni, értéket előállítani, foglalkoztatni, viszont az összes többi körülmény megteremtése az meg a város és az önkormányzat és a kormányzatnak a feladata. Ebből a szempontból nagyon fontos, hogy értsük a vállalatok egyéb problémáit, azokra tudjunk reagálni, és közösen a lehető legrövidebb időn belül ezeket meg tudjuk oldani, mert ez garantálja azt, hogy a vállalat itt, aki megtelepszik egy városban, az nem csak gyárat alapít, hanem a jövőben évről évre fejleszt és új munkahelyeket hoz létre. A megállapodás aláírását követően átadták és el is indították a cég új gyártósorát, amely mintegy 10%-kal növeli majd a nyírbátori egység kapacitását. Mikrobiológiai módszereket tesztel a Nyíregyházi Főiskola társszervek közreműködésével, annak érdekében, hogy kivonják a gyógyszer maradványokat a szennyvizekből. A projektre közel 220 millió forintos támogatást nyertek, amiből kutatócsoportot indít a főiskola, és nemzetközi kapcsolatait is fejleszti. A kutatással nem csak Nyíregyháza, a főiskola is fejlődik, hangsúlyozta a projekt nyitó rendezvényén Kovács Ferenc, a megyeszékhely polgármestere. A projektben egy főiskolai kutatócsoport próbál megoldást találni arra, hogy ne kerülhessen gyógyszer maradvány az ivóvizekbe.
A kutatási alprojekt a szennyvizekben, szennyvíz iszapban, szennyvíz alapú komposztban előforduló egyes gyógyszermaradványok eliminálását célozza meg, azaz kivonását, eltávolítását, mert ha benne marad, ez valójában a végén, ha ezek a gyógyszermaradványok benne maradnak, akkor az élővízbázisba kerül. A projekt részeként saját laborban mutatják majd ki ezeket a maradványokat. A pályázat keretében felkészítik továbbá a fiatal szakembereket a nemzetközi kutatói munkákra, valamint Európai Uniós országok és hazai felsőoktatási intézményekkel próbál kapcsolatot építeni a Nyíregyházi Főiskola. A szennyvizeket ezentúl újfajta eljárással tisztíthatják majd. A projektben az innováció az, hogy a szennyvizekben természetesen már vannak olyan mikroorganizmusok, amelyek képesek gyógyszerhatóanyagokat magukhoz venni, esetleg magukba zárni. Na most ugye ezeket a baktériumokat kellett megkeresnünk, részben szennyvízből sikerült, és ezeket újszerű technikával felhasználni, egy új technológiai eljárást kidolgozni arra, hogy ezeket a mikroorganizmusokat bevive más rendszerekbe, ott is aktívan működjenek. A projektben összesen 33 főiskolai dolgozó vesz részt, valamint 21 együttműködő partnerük van. Soha nem volt ilyen mély a társadalmi szakadék Magyarországon, mint napjainkban, mondta nyíregyházi sajtótájékoztatóján az MSZP Szabolcs-Szatmár Bereg megyei választmányi elnöke. Jeszenszky András elmondása szerint hazánkban 3 millióan élnek szegénységben. A politikus hangsúlyozta, a világ 34 országát tömörítő gazdasági szervezet az úgynevezett OECD tagjai közül Magyarországon a legmagasabbak a minimálbérre rakódó terhek, és az egyik legalacsonyabb a minimálbér összege. Az OECD tagállamok közül nálunk a legmagasabb a minimálbért terhelő adóknak az aránya, hiszen ez 35%. Ugyanakkor, hogyha a minimálbér összegét vizsgáljuk, akkor pedig az utolsók között kullogunk, hiszen az uniós átlaghoz képest is nagyjából annak az egyharmada Magyarországon a minimálbérnek az összege. Jelentősek tehát a terhek. Mi egyértelműen azt javasoljuk, és azt mondjuk, hogy legalább az adójóváírásoknak, a korábban létező adójóváírási rendszernek a visszavezetése lenne nagyon fontos, hiszen az a 10-15 ezer forint, ami korábban ezeket az alacsony jövedelmeket kiegészítette, legalább az segítséget nyújthatna a minimálbérrel rendelkezők számára. Baleset történt ma délben Újfehértón. Egy biciklis szabályosan közlekedett a kerékpárosoknak kijelölt sávban, amikor egy figyelmetlen autós elgázolta. A kerékpáros átesett a gépjárművön, súlyos sérülés gyanújával szállították kórházba a fejsérüléssel. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. Emberi sorsokat és állatokat ábrázoló grafikai munkák tekinthetőek meg a Központ Ifjúsági Egyesület nyíregyházi közösségi termében. A tárlatról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban. Teljes sikerrel zárult a nyíregyházi kosár suli kassai túrája. Az egyesület serdülő csapatai az első két helyet szerezték meg egy 5 együttest felvonultató tornán, és két másik korosztályos csapat is legyőzte hazai riválisát. A felnőttek 60 ponttal verték azonos osztályban szereplő kassai ellenfelüket. Hat fordulót követően két csapat 100%-os a labdarúgó megyei másodosztály alukonstrukt csoportjában. A Rakamaz és a Balkány eddig valamennyi ellenfelét legyőzte. Előbbi legutóbb a Gáva Vencsellőt verte 4-1-re, utóbbi a Grund focisuli otthonából távozott 6-0-ás sikerrel. Emberi sorsokat és állatokat ábrázoló grafikai munkák tekinthetőek meg a Központ Ifjúsági Egyesület nyíregyházi közösségi termében. Az alkotásokat fotók alapján rajzolta és gondolta tovább Gajas László. Tárlatával az Ifjúsági Egyesület az év elején indult, megyei diáktárlat című kiállítás sorozata folytatódott. A fiatal amatőr művészeknek is meg kell mutatniuk alkotásaikat, tehetségüket, vélik a Központ Ifjúsági Egyesület vezetői. Év elején ezért is indítottak el egy egész évre szóló kiállítássorozatot, amely immár 6. állomásához érkezett.
A kiállítás maga az egy éves, januártól kezdődött, különböző alkotók mutatták be már tehetségüket, főképp fiatal alkotók, ezen belül is rengeteg témában, mind a rajzban, mind a fénykép fotókiállításban, illetve már alkotóművészek is nek volt már itt kiállítása. Most jelenleg Gajas Lászlónak van egy grafikai kiállítása, és a későbbiek folyamán pedig még tervezzük, hogy különböző középiskolások, illetve általános iskolások alkotóinak a műveit mutatjuk be. A most kiállító fiatal harmadik önálló tárlatát nyitották meg a közösségi teremben. A falakon emberi sorsokat és állatokat ábrázoló munkák láthatóak, a rajzok több év alatt készültek. Hetedik éve, hogy a rajzzal foglalkozok így komolyabban. Hát a technikák azok ceruza, szén, tűfilc, ezek a kevelése. Hát a témakörök az nagyon színes, nincs kötött témám. Állatok, emberek, fantasztikus, ezek, amiket én alkotok. A kiállítás a következő hetekben ingyenesen látogatható a Fészek nevű közösségi terem nyitvatartási ideje alatt. Teljes sikerrel zárult a nyíregyházi Kosársuli kassai túrája. Az egyesület serdülő csapatai az első két helyet szerezték meg egy öt együttest felvonultató tornán, és két másik korosztályos csapat is legyőzte hazai riválisát. A felnőttek 60 ponttal verték azonos osztályban szereplő kassai ellenfelüket. A felnőtt bajnokság mellett a korosztályos bajnokságok is hamarosan elkezdődnek, így a nyíregyházi kosárcsuli csapatai is minden alkalmat megragadnak arra, hogy felkészülési meccseket játszanak. Az NKS az elmúlt hétvégén két gárdával képviseltette magát egy öt csapatot felvonultató kassai tornán. Az előző évekhez képest kicsit gyengébb volt a mezőny, ami a Serdülő A csapatunk nem igazán volt szerencsés, hogy minden meccseket 30-40-50 ponttal nyerték. Nem baj, tehát arra jó volt, hogy lássuk, hogy melyik szinten kell még fejlődni, mi az, amiben még nem vagyunk maradva, hol kell még javítanunk, hogy a bajnoki szezont elkezdjük, hogy akkor ezek a hibák azok már ne legyenek meg esetleg a mérkőzéseken. A Serdülő B csapatunknak ez egy tökéletesen jó felkészülési torna volt, hogy ugye nekik azért kőkeményen kellett küzdeni, gyakoroltuk a védekezést, a támadást, tehát nekik volt is igazából jó ez a torna. Hát itt az A csapatunk megnyerte, a B csapatunk az második helyen végzett, hát a másik három csapatot megelőzvén. Vasárnapra kijöttek még a picik, a gyerek és a tini korosztályunk, ugye szeretjük volna, hogy ők is itt mielőtt a bajnoki szezon elkezdődik, ők is játszanak mérkőzéseket, így őket is kivittük egy másik tornateremben, ahol játszottunk. Megmondom őszintén, az is nagyon vicces volt, mert a két mérkőzésen kaptunk összesen 8 pontot, tehát most ez vagy azt igazolja, hogy jól dolgozunk, vagy az, hogy azért a szlovák bajnokság ebben a korosztályban még azért nem olyan erős, mint amit ez a későbbiekben majd alakulni fog. Az NKS felnőtt csapata is pályára lépett Kassán, ahol az ellenfél nem igazán késztette nagy erőbedobásra a nyíregyháziakat. Az a csapat, aki ellen mi játszottunk, ez szintén a másodvonalban játszik, tehát nekik is van extra ligájuk, meg ők ilyen első ligának hívják ezt a bajnokságot, körülbelül ugyanaz, mint nálunk ugye az NB1B-s bajnokság. Hát az igazság, hogy kemények voltak, agresszívak voltak, gyorsak voltak, de mi még gyorsabbak, még pontosabbak voltunk. Ugye ezt a mérkőzést ugye az itthoni, az hasonlóan megint nyertük egy ilyen 60 ponttal. Tehát én is igazából nagyon nehéz eldönteni, hogy valóban mi vagyunk ennyire nagyon gyorsak, lendületesek, vagy esetleg nem sikerült olyan kemény ellenfeleket találnunk itt a felkészülés során, ami valóban megállította volna a csapatot. A felnőtt amatőr nemzeti bajnokság október 3-án kezdődik, addig a nyíregyháziak a tervek szerint főpróbaként még pályára lépnek a szatmárnémeti csapata ellen. Hat fordulót követően két csapat 100%-os a labdarúgó megyei másodosztály alukonstrukt csoportjában a Rakamazés a Balkány eddig valamennyi ellenfelét legyőzte. Előbbi legutóbb a Gáva Vencsellőt verte 4-1-re, utóbbi a Grund focisuli otthonából távozott 6-0-ás sikerrel. Új edzővel és gyakorlatilag új csapattal vágott neki a megyei másodosztálynak a Balkány, azzal a céllal, hogy a nyár elejé búcsút követően azonnal visszajusson a megyei első osztályba. Eddig jó úton halad a Mirgai László által irányított együttes, mivel mind a hat meccsét megnyerte, és a Rakamazzal azonos pontszámmal az alukonstrukt csoport második helyén állnak Bogdanovicsék.
Ami gondot okozott az, hogy 15 embert kellett igazolni, ugye három játékos maradt Balkányban, és hát ebből csapatot kovácsolni ilyen rövid idő alatt az nem egyszerű. De hozzá kell tennem, hogy most már elértünk oda, hogy azt mondhatom, hogy a csapategység is jó lett. Én azt gondolom, hogy ez hosszú távon nagyon sokat fog jelenteni, hiszen ha egységesek vagyunk, és a Kispar is ugyanúgy akarja a győzelmet, és nincsenek sértődések, akkor az hosszú távon kamatozni fog. A szakember szerint három együttes közül kerülhet ki a csoportbajnoka. Én Rakamat sorolom az első helyre, erősség szempontjából, csapat erősség szempontjából, hiszen négy olyan csatáruk van, aki magasabb osztályban is vígan kezdő lenne, és mind a négy nagyon gyors futballista, szerintem ők ezzel előrébb tartanak, mint mi, de én azt gondolom, hogy bármi lehet egy mérkőzésen, három hét múlva jönnek hozzánk, én bízom benne, hogy sikerül őket legyőzni, de a Kótairól sem szabad elfeledkezni. A Kótai nagyon erős csapat, jól igazoltak, és hát azt gondolom, hogy hármunk mérkőzésén fog eldőlni azt, hogy a végelszámolásnál ki fog pont arányjal vezetni. A Balkány a hetedik fordulóban a Nagykálót fogadja. A további párosítás Terem Rakamaz, Gáva Vencsellő Nyírvasvári, Apagy Kótai, Kálus Emjén Újfehértó, Nyíribrony Napkor, Nyírpazony Levelek és Encsencs GFS-e Oros. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Összesen 1300 milliárd forintnyi Európai Uniós forrás áll rendelkezésre a 2014-2020-as időszakban a hazai vidékfejlesztési programra. A fejlesztéseket a megyei önkormányzatok terület és településfejlesztési operatív programjai, valamint a határokon átnyúló együttműködéssel megvalósuló projektek is segíthetik, hangzott el egy Baktalórendházi konferencián. Stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a magyar kormány és az Unilever. A hazánkban több mint 1700 munkavállalót foglalkoztató cég idén 7 millió euró értékben fejleszt az egyik legnagyobb európai gyárában, Nyírbátorban, hangzott el az ünnepélyes aláíráson. A megállapodást követően elindították a cég új gyártósorát is. Mikrobiológiai módszereket tesztel a Nyíregyházi Főiskola társszervek közreműködésével, annak érdekében, hogy kivonják a gyógyszermaradványokat a szennyvizekből. A projektre közel 220 millió forintos támogatást nyertek, amiből kutatócsoportot indít a főiskola és nemzetközi kapcsolatait is fejleszti. A Kölcsei Televízió híradóját látták szerdán. A legfrissebbekkel holnap este jelentkezünk, híreinket addig is megnézhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk, elszórtan záporokkal. A nyugat felől közeledő hullámzó frontrendszer határainknál megtorpan, egyelőre még a délkelet felől érkező változó nedvességtartalmú meleg levegő alakítja időjárásunkat. Éjjel gyengén felhős idő várható, csapadék nem valószínű, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggelre általában 14 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben eleinte kevés, később több felhőre lehet számítani, de főként a nap első felében néhány órás napsütés is várható. Helyenként zápor, zivatar is kialakulhat, az északi szél időnként megélénkül, a zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. Délutánra 25 fokig emelkedik a hőmérséklet, meleg fronti hatás van térségünkben. Pénteken és szombaton többnyire nedves levegő érkezik fölénk, általában sok lesz a felhő, jelentős mennyiségű csapadékra van kilátás eső és zápor formájában, de helyenként zivatar is kialakulhat. Vasárnap már csökken a csapadék hajlam, de még sok lesz a felhő fölöttünk. Búcsút mondhatunk a nyáriasan meleg időnek, jelentősen csökken a nappali felmelegedés, a jövő héten ugyan már több lesz a napsütés, de folytatódik a hűvös idő.